Ma a körképen egy állatkerti sétára invitálunk titeket. A pozsonyi állatkert már rég nem az a rácsos, ketreses, szocialista épület, amire mindannyian emlékszünk a gyerekkorunkból. Az utóbbi 10 évben nagyon jelentős felújításokon ment keresztül, amit az alábbiakban be is szeretnénk mutatni nektek. Kezdődött talán azzal, amikor 2006-ban kiépült a nagymacskák pavilonja. A fehér tigrisek mellett helyet kaptak afrikai oroszlánok, ceiloni leopárdok és jaguárok is. Minden állatkertben legnépszerűbbek az újszülött állatkák. Az utóbbi években a pozsonyi állatkertben igazi baby boom volt, születtek fehér tigrisek, vörös pandák, farkaskölykök, sőt leopárdkölykök is. Ez utóbbiak története igazán megmosolyogtató. Eredetileg itt ugyanis egy hím és egy nőstény leopárd élt, akik között azonban az állatkert dolgozóinak az igyekezet ellenére valahogy nem indult be a kémia. Ekkor új hím érkezett ide, és amint az idősebb megérezte a konkurencia szagát, elkezdett féltékenykedni. A féltékenykedésnek meg is lett az eredménye, hamarosan megszülettek a kis leopárdkölykök. Mint említettük, a gólya elég serényen látogatta a fővárosi állatkertet. Idén januárban két újabb csöpséggel gazdagodott az állatgyűjtemény. Az egyikük a törpe víziló, akit sajnos nem tudunk megmutatni, mert éppen nem tartózkodtak a kifutójukban. A kislány törpe víziló nevéről a pozsonyiak internetes szavazással dönthettek. Legtöbben a Dásenka mellett tették le a voksukat. Dásenka azonban nem maradt sokáig az állatkertben, két éven belül tovább költözik. A másik fiatal egyed egy Rothschild zsiráf. Ő, amikor megszületett, kb. 20 centivel volt magasabb, mint amennyi én vagyok most, és azóta egyre csak nyúlik. A zsiráfok ismertek arról, hogy mindent állva csinálnak, állva alszanak, így a szülés is állva történt. A kis zsiráf körülbelül 2 méter magasról potyant le a földre, még szerencse, hogy a mellső lába egy kicsit tompították az esést. Mint a törpe víziló esetében, itt is az állatkert látogatói választották ki a nevét. Ő például Mel mellett a Madagaszkár című mese ismert hipokonder zsiráfja után. Az emberszabásúak is sokkal jobb körülmények között élnek, az ő komplexumukat 2010-ben adták át. A mögöttünk látható emberszabásúak pavilonjában jelenleg orangutánok és csimpánzok élnek, és ez az épületkomplexum adott lehetőséget arra, hogy olyasmi történhessen a pozsonyi állatkertben, amire már 20 éve nem volt példa, csimpánzkölyök született 2011-ben. Az állatkert igazgatónője Miloslava Sávelová nem titkolja, hogy gorillákat és elefántot is szívesen hozna a pozsonyi állatkertbe. A gorillák tartásához szükséges engedéllyel már rendelkezik is az állatkert, sőt, elefántot sem azért nem láthatunk itt, mert gond lenne beszerezni. Az ok ennél sokkal prózaibb, hiányzik hozzá a pénz. Az elefántok kifutójának a megépítése körülbelül 3 millió euróba kerülne, és sajnos az állatkertnek nincsenek erre anyagi forrásai. Ejtsünk néhány szót a látogatók számáról is. 2002-ben 143 ezer ember jött el az állatkertbe, míg 2007-ben ez a szám már 250 ezer volt. A 2011-es baby boom meglátszott a látogatók számán is, több mint 350 ezer ember volt kíváncsi a kis állatokra. Persze ezekhez a számokhoz hozzájárul a most átépítés alatt álló Dino Park is, ami nagy sikernek örvend a kisgyerekek körében. Szerintem mondjuk ez egy kicsit gagyi része az állatkertnek, de mutassatok olyan 5-6-7 éves kisgyereket, aki nem akar dinókutató lenni. Az állatkertnek eddig mindig aranyos állatkák vagy dinók szerepeltek a reklámkampányaiban. Két évvel ezelőtt azonban az egyik reklámcég úgy döntött, üde momentumot visz a kampányba. Az első látásról mellbevágó, úgymond szerencsésebb rokonok kampányban krokodilbőr csizmák, zebracsíkos bőrkabátok, leopárd mintás táskák hirdették, látogassuk meg a szerencsésebb rokonaikat. Tavaly pedig takarított tigrisek és vaddisznók, renováló kenguruk csábítottak ide. Közeljövőben az állatkertre újabb kihívások várnak. A világon egyetlen egy állatkert sem tudja eltartani magát csupán a látogatói belépőkből, ezért újabb és újabb módszereket találnak ki mindig, hogyan támogathatjuk őket. Erre egy módszer arra, hogyha öregbe fogadunk egy állatkát, vagy vásárolunk valami szuvenírt az állatkert üzletében.
A pozsonyi állatkertben jelenleg a legfontosabb a farkasok kifutójának a felújítása, amit mögöttem is lehet látni. Erre 87.700 eurót kellene összegyűjteniük, sajnos az összegnek jelenleg még csak a töredéke van meg. Itt jelenleg 6 példány él. Sajnos, mivel a körülmények nem voltak megfelelőek a farkasok tenyésztéséhez, ezért radikális döntést kellett hozni az állatkertnek, és a hímet kasztrálták. A falkát jelenleg az alfa hímen és az alfa nőstényen kívül még további 4 nőstény alkotja. Őket segíthetjük a nyilvános gyűjtésben.